Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Kiváló volt a termés átlag az idei évben, mégis nehéz helyzetben vannak a gazdálkodók. Ez jellemezte idén a szántóföldi növénykultúrát a mezőgazdaságban. Ezzel is foglalkozunk hamarosan, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Téli áttálás. Felkészültek a hó- és síkosságmentesítésre. Csapadékvíz beruházás. Két ütemben valósult meg a fejlesztés Hodászon. Mezőgazdaság, szépen fejlődnek az őszi vetésű kultúrnövények. Szociális munkanapja, az ágazat szakembereit ünnepelték. Felkészültek az útkezelők a télre. 44 darab kombinált gép várja a Magyar Közút Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kirendeltségén a leghidegebb időszakot. Ezek alkalmasak egyszerre a hó- és síkosságmentesítési feladatok ellátására is. Vármegyénk területén több mint 2000 kilométer utat üzemeltet a társaság, amelyeken rendkívüli időjárási körülmények között is dolgoznak a munkagépek. A Magyar Közút munkagépei már a térre felkészülten sorakoznak a Nyíregyházi Mérnökség udvarán. A társaság idén is november 10-én állt át a téli üzemmódra. A Magyar Közút Nonprofit ZRT országosan mintegy 31 ezer kilométeren végzi az autóút, főút és mellékek úthálózatoknak az üzemeltetését. Ebből a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatósághoz 2130 kilométer tartozik. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az enyhe őszi időjárás ellenére a jogszabályi előírásoknak megfelelően az idei évben is november 10-ével téli üzemmódra, ezzel együtt 24 órás szolgálatra váltottunk. A 2023-24-es téli üzemeltetés során 44 darab úgynevezett kombinált gép áll rendelkezésünkre. Ezek alkalmasak egyszerre egy időben a hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátására. Ezen felül rendelkezünk még 5 gréderrel, 5 nagy teljesítményű homlokrakodóval és 9 hómaróval. Olyan megyei szerződéseket kötöttünk, amelyek lehetőséget nyújtanak számunkra abban az esetben, hogyha az időjárás kedvezőtlenre fordul, hogy a hóeltakarítási feladatokhoz további 18 munkagépet hívjunk le. Síkosságmentesítési anyagok tekintetében elmondhatom, hogy jelen pillanatban 3629 tonna útszórósó áll rendelkezésünkre, 198 ezer liter kálciumoldat és 27 tonna kálciumgranulátum. Ezeket száraz, zárt helyen tároljuk. Itt is olyan szerződéssel rendelkezünk, hogy amennyiben fogy a sok készletünk, ezek folyamatos utánpótlását biztosítani tudjuk. A téli beavatkozások azonban nem egyszerre egy időben történnek a megye útjain, hanem ütemezetten. Először a főúthálózaton avatkozunk be, ez követi a melléküthálózat, majd a bekötőutak. Folyamatosan váltott műszakokban a gépi erőforrások maximális kihasználása mellett mintegy 200 fővel dolgozunk az úthálózat megtisztításán, azonban ennek ellenére, a folyamatos munkák ellenére találkozhatnak a közlekedők télies útviszonnyal, ezért én kérek mindenkit, hogy még a tartós fagyok beálltát megelőzően cseréljék le a nyári gumiabroncsaikat, jó minőségű téli abroncsoknak, és az előttünk téli abroncsokra, és az előttünk álló időszakban a megváltozott út és látási viszonyoknak megfelelően válasszák meg a sebességet. Indulás előtt pedig feltétlenül érdeklődjenek az aktuális útviszonyokról a www.útinform.hu weboldalon. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy alaphelyzetben a téli időszak az november 10-től március végéig tart, de azt tapasztaljuk, hogy ez az időszak eltolódik. 2022-ben december 31-ig összesen 2 alkalommal kellett szórási feladatot ellátnunk, viszont az idei évben még húsvétkor esett a hó, és ekéznünk kellett az országos úthálózaton. De összességében az elmúlt téli időszakról elmondhatom, hogy rendkívüli időjárási körülmény nem alakult ki, úgyhogy a saját rendelkezésünkre álló gépparkkal az elmúlt évi téli elhárítási feladatokat teljes mértékben el tudtuk látni. Vármegyénk területén több mint 2000 kilométer utat üzemeltet a Magyar Közút.
Nyíregyháza belterülete viszont a Nyír VV Nonprofit Kft.-hez tartozik. Feladatát képzi az önkormányzat tulajdonában lévő közutak, terek, kerékpárutak, autóbuszmegálló peronok, gyalogátkelő helyek, valamint közterületi járdák hó- és síkosságmentesítése. Mint minden évben az idejében is már az ősz kezdetén elkezdtünk felkészülni a téli időszakra, az összes gépjárművünket átvizsgáltuk, ami szükséges javításokat kellett elvégeztük. Számok tükrében elmondható az, hogy a Nyírvévő ugye több mint 600 km úthálózatot üzemeltet, 355 km járdát, 71 km kerékpárutat. Ezek ugye nem kis számok. 7 nagy gépünk, toló, sószóró géppel rendelkezünk, amik mind a sószórásra, mind a hótolásra alkalmasak. 7 körzetet különböztetünk meg a hószolgálat terén. Nyilván az utak besorolásának rendjében, vagy fontosságuk sorrendjében belterületi elsőrendi utak, belterületi másodrendi utak, gyűjtőutak, lakóutak, földutak, kerékpárutak és járdák. Ezeket kell a hószolgálati tervben meghatározott időben és módon a kollégáknak a hóesés után vagy a síktalanítás tükrében elkezdeni a munkálatokat. Közel 1300 tonna sóval rendelkezünk, ami jelenleg készleten van, amennyiben nyilván szükséges szerződést közeljövőben fogunk kötni újabb mennyiségre, illetve mint minden évben alvállalkozókkal is a szerződéseket megkötöttük. Nem tudhatjuk, hogy milyen tél vár ránk. Az elmúlt évek tapasztalata alapján nem nagyon kellett alvállalkozókat igénybe vennünk, de felkészülünk erre az esetre is. Mindenki emlékszik a 2013. március 15-i hóhelyzetre, és talán 2018-ban volt még egy nagyobb hóhelyzet. Ezen kívül egy teljesen normális téli időszakot tudhatunk magunk mögött. Reméljük, hogy az idejében sem lesz semmi komolyabb hóesés, de nyilván ha van, akkor felkészülten várjuk azt. Időjárás előjelzésre is szerződést kötöttünk, tehát minden héten két alkalommal kapjuk meg az adott időszak időjárás előrejelzését. Figyelőszolgálatot tartunk fent, illetve amennyiben szükséges, nyilván készenlétet rendelünk el, és a figyelőszolgálatban résztvevő kolléga jelzése alapján kerülnek behívásra a kollégák, és akkor utána indulnak a szükséges munkafolyamatok. 7 darab nagy teljesítményű hóekével és sószóró adapterrel felszerelt toló-szóró munkagép és 2 darab homlokrakodó vesz részt a belterületi első és másodrendű főutak hóeltakarításában és a hóakadályok megszüntetésében. A földutak és kerékpárutak hómentesítéséről és síktalanításáról 4 darab tolólapáttal és sószóró adapterrel felszerelt MTZ-82 traktor és 1 gréder gondoskodik, a síktalanító anyagok rakodását pedig 1 telephelyi homlokrakodó segíti. A belvárosi járdák, sétautak, térburkolatok hótolási feladatait 6 darab tolólapáttal és sószóró adapterrel felszerelt járdatraktor és multikár látja el. A kézi hóeltakarítást végző szakemberek munkáját 14 darab kis teherautó segíti. Ezeken felül pedig 2 darab terepjáró végzi az útellenőrzési és a koordinációs feladatokat. Újabb gépek beszerzésére mindig szükség lenne, de azt az idejében sajnos nem tudtunk ez ügyben előrelépni. Kisebb-nagyobb javításokat kellett elvégezni, de ez a kollégáknak már rutinszerűen megy. Ahhoz, hogy téli körülmények között is biztonságosan lehessen haladni a megye útjain, elengedhetetlen a gépjárművezetők és autóiknak felkészültsége. Alapszabály, hogy időben cserélje le mindenki a gumiabroncsokat jó minőségű télire. Az Útinform honlapján folyamatosan lehet tájékozódni az aktuális időjárásról, és ha rendkívüli helyzet van kilátásban, mindenki gondolja át, hogy halasztható-e az utazás. Ha nem, akkor hosszabb útidővel kell számolni. Fontos, hogy legyen megfelelő mennyiségű üzemanyag az autóban, valamint melegtakaró, élelmiszer és folyadék. Hiánypótló beruházás valósult meg Hodászon. A községben 2 ütemben Európai Uniós forrásból épült ki csapadékvízelvezető rendszer, a település nagy részén megoldva ezzel a belvíz problémáját. Több napos esőzés után megtelepszik a sár Hodászon. Ez az állapot azonban már sokkal jobban áll, mint ami korábban tapasztalható volt a településen. Több évtizedes probléma a községben, hogy nagyobb csapadékhullás után megközelíthetetlenné válnak a Sólya-Miklós utcán és a főutcán lévő intézmények és ingatlanok a hatalmas belvíz miatt.
Az önkormányzat a terület és településfejlesztési programban pályázott sikeresen csapadékvízelvezető rendszer kiépítésére, amelyet két ütemben valósítottak meg. Nagyon nagy örömmel tudom bejelenteni azt, hogy Hodászon elértünk odáig, hogy egy több évtizedes problémának sikerül a végére járnunk, ugyanis itt Hodászon a Sahuja utcánál évtizedek óta megáll a víz, és mivel itt van több olyan intézmény, a Hodászi Görög Katolikus Cigánykápolna, a Hagyományok Háza és az óvoda, hogy itt, amikor több napos esőzés volt, akkor megközelíthetetlen volt teljesen a terület, és ezért próbáltunk mi a vármegyei ugye önkormányzattal, az országgyűlési képviselő úrral, a helyi civilekkel és a mi önkormányzatunkkal kérdéssel élni a kormányunk irányába, hogy próbáljuk meg megoldani ezt a problémát. Végül ez sikerült. Tehát az a lényeg, hogy épült ide egy víztározó akna, ami most már, most volt is egy kétnapos esőzés, leteszteltük, tehát bármi mennyiségű csapadék esik le, azt tudja kezelni, hogy most már az itt lakók, hát azt lehet mondani, hogy a megfelelő körülmények közt tudnak közlekedni. A beruházásnak köszönhetően a település vízmegtartó képessége is javult, hangzott el az átadó ünnepségen. A 700 köbméteres árok ugyanis olyan technológiai megoldásokat tartalmaz, amivel a lehulló csapadékvizet mezőgazdasági célra és újrafelhasználással ivóvízként is tudják hasznosítani. Ennek az aknának a maga a kapacitása 700 köbméter, de az új technológiával, ami van benne a geotextil és szikasztó elemekkel, lényegében, ahogy érkezik bele a csapadékvíz, az injektálja vissza a talajba a csapadékvizet, és ezzel ugye a vízmegtartás is az egyik fő cél. Tehát lényegében nem megy kárba, hanem az visszakerül a talajba, és majd ezt ivóvíz formájában azt újra fogjuk hasznosítani. Tehát ez ilyen szempontból is nagyon fontos, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Ezzel az itt lakók már több évtizede ugye próbáltak bármilyen megoldást keresni rá, hogy itt udvarokon keresztül jártak, mert egyszerűen nem lehetett érdig érővízben eljárni. És ez most végül megoldódott, aminek nagyon örülök őszintén. Amikor ezt elkezdtük országgyűlési képviselő úrral is és a vármegyével is tárgyalni, akkor úgy látták, hogy ezt lehet támogatni, sőt, ezt támogatni kell tovább ezt a rendszert, és így akkor egy másik ütemben meg tudtuk valósítani a Fej utcán is, ahol lehetőség volt rá, ott szikasztóvárkoknak a kialakítását, ahol pedig nem, ott pedig a folyókás rendszert, és épült még egy akna a futballpálya mellé, ami hasonló kapacitással rendelkezik, ami pedig a Fej útról lefolyó csapadékot gyűjti össze, és juttatja vissza a talajba. Kovács Sándor országgyűlési képviselő a projekt záró eseményén elmondta. Hodász a korábbi években, évtizedekben elmaradt a komolyabb fejlesztésekkel. Ezeket a hiányosságokat azonban igyekeznek minél előbb pótolni a településen. Én azt ígértem az előző ciklusban, amikor önkormányzati választást tartottunk, és támogattam a Fidesz jelöltjét, hogy itt beruházások lesznek, mindent megteszek annak érdekében. Az egyik nagy beruházás az gyakorlatilag a belvíz elvezetés, hiszen nem messze van tőlünk az a görögkatolikus roma pasztorációs templom, ahol sajnos mikor az esővíz nagy mértékben lejött, akkor itt egy hatalmas nagy tó alakult ki, és ez szégyenérzet volt. Külön kérelmet nyújtottunk be a települési fejlesztés operatív programhoz, és sikeresen nyertünk el első ütemben 431 millió forintot, később beszélek majd a másik ütemről is, hiszen a település nagy része megoldódott, nagy részén megoldódott a csapadékvízelvezetés. A településen a belvízelvezetés problémáján túl útfejlesztés is történt. A nagyon forgalmas Kölcsey Ferenc utcát sikerült leaszfaltozni a Magyar Falu program jóvoltából. Ez is szintén évtizedek óta fennálló probléma itt nálunk, hogy az az út, ami konkrétan magába foglalja a hagyományok házát és az óvodát, az ilyen murvázott út volt, meg tehát ott újítani kellett, a teljesen tönkrement az útnak a burkolata, és most sikerült a Magyar Falu programban egy 26 millió forint értékű beruházást elnyerni, úgyhogy ennek keretében meg tudtuk oldani azt is, hogy most, amikor lesz a csapadékvíznek az átadó és a szalagvágása, akkor egy hozzácsatlakozó utat is át tudunk adni a kedves lakosságnak, és remélem ezt is ugyanolyan egészséggel fogják használni, és fogják értékelni, hogy javultak az életkörülményei, és hogy mennyi munkát tett bele ebbe
nagyon sokan, akik ugye segítettek ebben, hogy ezeket a projekteket elnyerjük és véghez vigyük. Mivel ugye ez egy 900 négyzetméteres épület, tehát itt ugye rendes óvodai nevelés történik, tehát nekünk két óvodánk van fent egy 1800 négyzetméteres, ez pedig a görög katolikus egyháznak a fenntartásában lévő óvoda. Tehát itt dolgozók járnak, szülők járnak, és itt is az volt a probléma, hogy az utat hiába javítgattuk, amikor bejött az a csapadékos időjárás, akkor sajnos olyan körülmények közt kellett járni, ami már azért a 21. században nem volt megfelelő, ezért próbáltuk, hogy akkor ezt már most hozzuk a kettőt egybe, és akkor megoldódik itt a Sólya utca és a Kölcsey Ferenc utca környékén teljes körülleg ez a történet. Kovács Sándor szerint Hodász a megkezdett fejlesztésekkel elindult a fejlődés útján. Mögöttem látható út például a Magyar Falu Program 2023 évi keretéből valósult meg, Kölcsey Ferenc utca, és ezek az utcák viszont azt mutatják, hogy az itt élő embereknek az életminősége, a lakásuk megközelíthetősége, a különböző közszolgáltatáshoz való hozzájutás, a környezet építése, mind-mind hozzájár a vidéki Magyarország fejlesztéséhez, hiszen a kormány azt tűzte ki célul, hogy akár a Magyar Falu Programon keresztül, akár a települési operatív programon keresztül ezt a vidéki Magyarországot akarja fejleszteni, hiszen nincs másod osztályú polgára a vidéknek, illetve az országnak. Minden ember az életkörülményeik, vagy az életét, ahol leéli, ott kell segítenünk, ott kell fejlesztenünk. Ezt a magyar kormány azt gondolom, hogy sikeresen teljesíti a körbenézünk különböző településen, vagy Hodászon. Látszanak azok a nyomok, amik megindultak az elmúlt egy néhány évben. Hiába volt az idei évben kiváló a kalászosok termésátlaga, a magyar és különösen a szabolcs-szatmár-beregi gazdák továbbra sincsenek jó helyzetben a piaci viszonyok miatt. Az agrárium vezetői folyamatosan tárgyalnak az Európai Unióval, hogy kompenzálják a hazai termelőket, akiknek áron alul kellett értékesíteniük terményüket. Időközben az látszik, az ősszel már elvetett növények is szépen fejlődnek, ha a tél is kedvező lesz, jövőre is kiváló lehet a termés. Július közepén aratták a búzát Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A termés hozama rendszeres csapadéknak köszönhetően kiváló volt, a két évvel ezelőtti 2021-es rekordot is túlszárnyalta. November elején pedig már az ősszel elvetett kultúrnövényektől kezdenek zöldülni a szántóföldek. A búza, a tritikáli és az árpa is szépen fejlődik. A gazdák most egy viszonylag csapadékos, enyhe télben bíznak a kiváló jövő évi termés érdekében. Őszi időjárásunkra nem lehet panasz, ugyanis aratásig, ha az egész évet összefoglalnánk, csapadékos időjárás volt ott az aratás környékétől kezdve. Volt egy szárazság, ami már a kukoricának és a napraforgónak a termés átlagát nem befolyásolta, hátrányosan annyit segített, hogy jobban megszáradtak 15-16-os kukoricákat is vágtunk a megyébe, és akkor, amikor elkezdődtek az őszivetésük alá a magágy előkészítések, akkor jött mindig olyan kis mennyiségű eső, hogy nagyon jó magágyat lehetett készíteni, időben elvetni, szinte hetenként jött egy kis csapadék, ami a kellést megindította, úgyhogy ha a határba kimegyünk, akkor nagy optimizmussal nézegessük a vetéseket, beződeltek az őszi vetésűek. A vetésterületek valamelyest, mintha úgy látszik, hogy a búzából, titikáléból csökkentek volna, többi kultúrnövényeket körülbelül a sok éves átlagnak megfelelően vetettünk el, úgyhogy szép a határ, bizakodóan vagyunk a tavasz. Ha enyhe telünk lesz, még meg is erősödnek akár a naprafogó kukorica után vetettek is, úgyhogy egy bizakodó év után vagy elején nézünk úgy, hogy ezt a 23-as évet azért ezek a piaci nehézségek miatt meg fogjuk emlegetni, azt hiszem, sok évig. Rácz Imre hozzátette, nagyon ráfért a magyar mezőgazdaságra a jó átlagtermés, a gazdák ugyanis nehéz helyzetbe kerültek a piaci viszonyok miatt. Nem elég, hogy rövid időn belül 60-70%-kal drágultak a különböző inputanyagok és növényvédőszerek, az ukrán gabona súlyosan letörte a magyar termés árát. A hazai agrárium vezetői folyamatosan tárgyalnak Brüsszellel. A cél az, hogy az Európai Unió ismerje el a kialakult problémákat, és találjon megoldást azokra. Attól is félünk, hogy ez a
uniós hozzáállás azt magába hordozza, hogy fenntartsák ezt a lehetőséget Ukrajna számára, és ez nagyon befolyásolhassa a jövő évi értékesítési lehetőségünket is, ugyanis ők a piacon jogosultságot szereznek, de azokat a követelmények alól mentesülnek, amit rajtunk számunk ér az Unió, úgyhogy nagyon elkeseredettek a gazdák azzal kapcsolatosan, hogy jövőre, ha fennmarad, az, én azt gondolom, hogy nagyon megzilálná a gazdáknak a számát az, hogyha két ilyen év után ugye a 22-es aszály, az idén az értékesítési nehézségek, sok gazdálkodó átütemezte a hiteljeit, de már tovább nem nagyon bírja. A kamara vármegyei elnöke hozzátette, mivel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közvetlenül határos Ukrajnával, a problémák itt a legjelentősebbek. Az ágazat vezetői több megoldási javaslatot is megfogalmaztak már az Unió irányába. Ez szerint a térség gazdáinak kárait kiegészítő kompenzációval kellene enyhíteni. Csökkenteni kellene a szállítás költségeit, de fontos lenne az is, hogy a piaci lehetőségeket bővítsék a hazai gazdálkodók számára, ezzel megakadályozva, hogy a magyar gabona hátrányos helyzetből induljon az ukránnal szemben. Az Agrárkamara vármegyei elnöke hozzátette, idén kevésbé volt szélsőséges az időjárás, ennek köszönhetően jóval kisebb területen keletkeztek károk, mint a tavalyi évben. Tavasszal volt egy ilyen helyileg kis területeken megjelenő fagykár, ez inkább a gyümölcsösökbe jelentkezett, illetve volt jégverés a nyári időszakban, a kukoricákban, a napraforgókban, ezek volt, ahol helyenként 100%-os kárt, csak hál' Istennek ezek olyan kis területre korlátozódtak, hogyha valakinek van 5-6 tábla kukoricája mondjuk, abból, ha egyet teljesen elvert és meghaladja a 30%-os hozamkiesést, üzemi szintén már nem tudja ezt érvényesíteni, ugyanis ha a másik 3-4 területen nem volt ilyen jellegű kárja, az olyan átlag termést hozott az idei évben, és akkor egy kicsit dicsekedjünk vele, hogy meghaladja 9,1 tonnát megyei szinten az átlag termés. A 21-es évben 8,6 tonnával voltunk, mióta jegyezzük ezt a legmagasabb átlaggal. Most az idén a 98%-os betakarítottságnál ez 9,1 tonnát meghaladja a megyei átlagban. Ebbe sok 130 mázsás kukoricának kell lenni, hogy az átlag ilyen magas legyen. A kamara vármegyei elnöke beszélt egy fontos határidőről is. Azok a gazdálkodók, akik idén kárbejelentést tettek, az idei évben bekövetkezett mezőgazdasági károk után már csak alig több mint 2 hétig nyújthatják be a kárenyhítő juttatás iránti kérelmüket. November 30-áig kell ennek a kötelezettségnek eleget tenni, hogy elszámolnak kincstár irányában a bizonyos évben bekövetkezett hozamkieséssel, ugyanis a kár észlelésekor van egy kötelezettség, 15 napon belül ezt be kell jelenteni, illetve be kell fizetni a kárenyítési hozzájárulást szeptember 15-ig, és így kötelező jelleggel mindenki tagja lesz ennek a kárenyítési alapnak, vagy a hozzájárulásnak, de csak azok tudják ezt igénybe venni, akik november 30-áig elszámolnak azzal az igénnyel, ami kár neki bekövetkezett. Erre az Agrárminisztérium megszab egy referenciárat azoknak az úgynevezetteknek, akiknek nincs saját átlagáruk, és saját éves árbevétel után áruk, és ezek egy 3 éves átlagból számolják ki ezt a hozamkiesést, és ezt érvényesítik, ha jogszerűen ezeket az előbb felsorolt dolgokat betartották november 30-áig. November 30-a nagyon lényeges dátum, mert ez jogvesztő, utána már hiába adja be az igényét. A kárenyítési hozzájárulást a éves támogatásból úgy is le fogják fogni, csak ő már kárenyítésben nem részesülhet. Azok a gazdálkodók, akik a hozamértéknek több mint 50%-ára üzletalapú biztosítást is kötöttek, azok ennek a hozamkiesésnek a 80%-ára jogosultak, akik nem, azok pedig ennek a 80%-nak az 50%-ára, azaz az egész összegnek a 40%-ára.
A szociális szférában dolgozókat díjazták pénteken a Szociális Munka Napján. Az ünnepséget a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központban rendezték meg. Az intézmény idén 30 éves. Az eltelt 3 évtizedben folyamatosan bővülő szolgáltatásokkal és újfajta ellátási formákkal segítették a rászorulókat. 30-as szám a léggömbön és jól láthatóan a pulpituson is. Az Őz utcai gondozási központban tartotta meg születésnapi eseményét a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ. Az 1993-ban alapított intézmény vezetője, Nagyné Hermányos Zsuzsanna az eseményen arról beszélt, az évek során folyamatosan bővülő szolgáltatásokkal és újfajta ellátási formákkal segítik a rászorulókat. A mai nap valóban egy különleges és egy nagyon szép ünnep számunkra. Egyrésztről az intézményünk 30. fennállásának évfordulóját ünnepeljük, másrésztről pedig a Szociális Munka Világnapját. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ múlt időben kell, hogy megemlítsem, mert ma már nem ezen a néven működik, hiszen 1993. január 1-je óta működik, 30 éven keresztül, de ebben az évben 2023. szeptember 1-jével összeolvadt az Egészségügyi Alapellátási Igazgatósággal, úgyhogy az új nevünk a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság. Így elmondhatom, hogy összesen 20 szolgáltatást biztosítunk a Nyíregyháza városban élő lakók számára, ezek közül 13 szociális szolgáltatás, 7 pedig egészségügyi szolgáltatás. A szociális ellátások közül kiemelném a házi segítségnyújtást, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, ami az ellátottaknak a saját otthonukban történő ellátás. Intézményhez kötött ellátásokat is biztosítunk, ilyenek a nappali ellátások, illetve a bentlakásos intézmény, de szeretném kiemelni, hogy van a városunkban egy teljesen egyedülálló, különleges ellátás, ez a gyógyászati segédeszköz kölcsönzés, illetve azt gondolom, hogy beszélnünk kell a színes közösségi programjainkról is, hiszen évről évre megrendezésre kerülnek az Idős Akadémia, illetve az Alzheimer Café rendezvény sorozatunk. Ez a szociális oldalról. Az egészségügyi ellátással kapcsolatosan a szolgáltatásaink kibővültek az iskola egészségügyi ellátással, azon belül az iskola orvosi védőnői ellátással, a fogászati ügyeleti ellátással, fogászati röntgennel, nem szabad megfeledkeznünk a hajléktalan lábadozó ellátásról, illetve intézményünk újra koordinálja a szakápolási feladatokat is. Az ünnep apropója nem csak a jubileum volt, a Szociális Munka Napját is most ünnepelték a központban. Kovács Ferenc, a város polgármestere köszöntő beszédében méltatta az intézmény elhivatottságát, valamint szólt arról, hogy a városvezetés is igyekszik minden lehetséges támogatást biztosítani. Nagyon fontos, hogy a rászorultak érezzék a törődést. Ez a törődés persze a családból, rokoni, baráti körökből is megvan, de nagyon fontos, hogy az önkormányzat egy olyan szociális védőhálót épített az elmúlt évtizedekben, aminek az a célja, hogy a leghatékonyabb segítséget nyújtson azoknak, akik ezt igénylik, és akik erre rászorultak. Valóban most a Szociális Munka Világnapját ünnepeljük, ebből az alkalomból azokat tulajdonképpen, akik ezen a területen dolgoznak, de most a Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központunk, most már ez a neve, 30 éves jubileumát is ünnepli, és én azt gondolom, hogy van mire visszanézni. Nagyon színvonalas volt ez a 30 év, és nyilván ezt szeretnénk a következő évekre is. Azért is, mert egyre több a rászoruló, akiknek szükséges az, hogy a szociális intézményi rendszerünk segítséget adjon. Szabó Tünde országgyűlési képviselő azt mondta, a Nyíregyházán, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében dolgozó szakemberek kiemelkedő munkát végeznek. Ezért is fontos, hogy a Szociális Munka Napján külön figyelmet kapjanak. Nagyon nagy örömmel érkeztem, hiszen a Szociális Munka Világnapja és egy 30. évfordulót ünneplő intézményben vagyunk. És nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak a mindennapokban kell elismerni, úgymond a szakdolgozókat, hanem igazából legyen egy olyan nap, amikor csak róluk szól, és őket tudjuk akár díjazni és elismerni a munkájukat. Ugye ők azok, akik a mindennapjaink részeként
ott vannak az embertársaink mellett, segítő kezet nyújtanak nekik, hogyha problémájuk van, akár az időseknél, családoknál, rászorultaknál, tehát mindenhol érzékelhetjük az ő munkájukat, az ő áldozatos munkájukat. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Nyíregyházán és az egész vármegyénkben ilyen sok szakember van, akire ténylegesen büszkék lehetünk, és köszönjük az ő munkájukat is ezúton, hiszen ténylegesen minden nap úgy dolgoznak, hogy nekik nincs úgymond rossz kedvük, és ténylegesen mindig olyan helyzeteket tudnak kialakítani, amivel segítik a rászorultakat. A szociális munka napja alkalmából a szociális szférában dolgozó szakembereket díjazták munkájuk elismeréseként. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!